December 15. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. Sokan azt gondolják, jellemhibáik lehetetlenni teszik, hogy elérjék a Krisztus által meghatározott mértéket. Pedig annyit kell tenniük csupán, hogy minden lépésnél alázzák meg magukat Isten hatalmas keze alatt. Krisztus nem az elvégzett munka mennyisége szerint becsüli meg az embert, hanem az szerint a lelkület szerint, mellyel munkáját végzi. Amikor azt látja, hogy valaki felveszi a terhet, alázattal hordozva azt, önmaga iránt bizalmatlanul, de ő rá támaszkodva, akkor az ő tökéletességét és erejét adja a munkájához, és az Atya elfogadja azt. A szeretett fiúban elfogad minket. A bűnös hibáit elfedezi az Úrnak, ami igazságunknak tökéletessége és teljessége. Akik őszinte törekvéssel, alázatos szívvel végzik szerény erőfeszítéseiket, hogy elérjék Isten követelményeit, azokra az Atya szánakozó, gyöngét szeretettel tekint. Engedelmes gyermekekként tekint rájuk, és a Krisztus igazságosságát, életszentségét tulajdonítja nekik. Ellen G. White, Kiben bízhatunk? Első kötet, 457. oldal.